1. Kelj föl úgy, mintha az lenne életed legszebb napja. Edd meg az előző este kikészített reggelit, mintha csak a párod csinálta volna, körítve egy kis cuki üzenettel. Harmadik. Küldd el a barátnőidnek, hogy milyen édes párod van. Negyedik. Ne foglalkozz a válaszukkal és ne hajd, hogy elrontsák a kedvet, hiszen csak féltékenyek. Ötödik. Írj magadnak pár nappal korábban egy üzenetet, amit Valentin napkor kézbesít a postás, mintha csak valami titkos rajongód írta volna, hogy ezzel még több önbizalma zsebelj be. Megjött a postás! Hú, vajon ki írhatta? Kicsi már megint egy titkos imádom. Kigondolta volna, hát megint egy. Hatodik. Tarts egész napos szépítkezési kúrát, hogy estére tutira ellenállhatatlan legyél. Hetedik. Este felé kezdj el készülni, és csípd ki magad, amennyire csak tudod. Nyolcadik. Mikor már teljesen elkészültél, fogadd el, hogy egyedül fogsz meghalni, és nézd meg egy romantikus filmet, ami alatt kisírod a lelkedet is, hogy legyen utána okod azért is sírni, mert még csúnya is vagy. Boldog Valentin napot mindenkinek! Sziasztok! Természetesen ezt a videót nem kell komolyan venni, mint általában a legtöbb ilyen jeltes videómat, tehát ne vegyétek a szívetekre, hogyha esetleg szinglik vagytok, én is az vagyok, tehát nem kell ezt, mit tudom én, szégyelni. Valentin napkor is van élet, még nekünk is, akár hisztek, akár nem, tehát ezt csak egy vízből csináltam, mert így eszembe jutott, hogy lehet kéne valamit csinálni Valentin napra, és arra gondoltam, hogy ilyen viccesebb videót csinálnék, és ez jutott eszembe. És köszönöm szépen Katának, aki még mindig itt van velem, hogy segített nekem videózni. Segített tényleg nagyon sokat, mert így legalább nem kellett egyesével vinnem a softboxokat, azt most nem is használtunk, ez lehet látszik is a videóban, csak ugye most vannak felrakva a softboxok, de nem akartam mindenhol cipelni őket, meg beállítgatni, és tényleg jó volt, hogy nem kellett lerakosgattam a kamerát mindenhova, mint ahogy szoktam ezeket a nyeletes videókat csinálni, illetve volt időm most ezt felvenni, remélem, hogy tetszett nektek, és hogy mondjak valami fun factet így Valentin napra, képzeljétek el, hogy ma lett a csatorna 13 éves, jó is lenne, 3 éves, tehát már 3 éve gyártom nektek a videókat, és így, ja. Nekem a Valentin nap konkrétan erről szól, hogy csatorna szüli nap, nem mintha nagyon ünnepelném, de ez így jó tudni. Azt hiszem, hogy tényleg ezen a napon tettem közé a legelső videómat, ami még mindig visszanézhető, egy videómat se töröltem még úgy igazán le, csak egyet-kettőt, de azokat se azért, mert nagyon gázak voltak, csak bizonyos dolgok miatt kellett őket törölnöm, de mindegy, nem ez a lényeg. Szóval, ja, 3 éves a csatorna, boldog napot neki, meg nekem, meg mindenkinek, akinek ma van, meg akinek nincs, annak is. És nem tudom, miért beszélek ilyeneket. Ja, mindegy, megyek inkább, szerintem jobban járunk. Mindenkinek boldog Valentin napot egyébként, tényleg annak is, akinek nincs kivel ünnepelnie, Katta mutogatja a szívet nektek, szeret mindenkit, amúgy ő tényleg, szóval, ja, remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, jelezzétek egy lájka, ha szeretnétek még ilyen jeltes videókat, vagy akár Katával közös videót, mert rá is gondoltam, akkor írjátok meg kommentben, és ja, találkozunk legközelebb, nem tudom mikor és hogy mivel, de addig is sziasztok!
Nem volt. Jó lesz. Ne röhögj vele, csak kezdhetjük előre. Nem az idő, de szokkire nincsen. Szabi dolgozott, hogy magamnak így jól vagyok. Aha. Ne szégyeljétek. Van, akinek csak ez jut. És most megeszi. Rom. Sírom. Szóljon mehet. Már rég, de jó, hogy... Kata, ezt meg kell néznünk megint.